azt az Istent ünnepeljük, aki hűséges. Akit tudunk itt ünnepelni az öröm között. És aki hűséges a legnagyobb viharokban is. Nem sok olyan helyzetben voltam életemben, Efi és Mária, ahol ennyire helyén való lett volna a 30. Zsoltár, mint ma. 30. Zsoltárban azt mondja Zsoltár író, Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életbe tartottál, nem roskadtam a sírba. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. A Zsoltár úgy zárul, hogy ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. És szeretném hívni ma az Istennek a népét őszinte, mélyről jövő dicséretre. Szeretném, hogyha nem szemlélnénk közömbösen azt, amikor látjuk az Isten munkáját, az Isten erejét megnyilvánulni a nehézségben és az örömökben. Lenne ő övé a dicsőség, és szeretném, hogyha most dicsérnénk Istent, és emlékeznénk arra, hogy ő az, aki vigaszunk, oltalmunk, menedékünk is vár. Such a short time, such a long road, all this madness, but I know that the silence has brought me to his voice, and he says, I've shown her photographs of time. Parted sea.